Köszöntök mindenkit a legújabb videóban. Többen írtátok kommentbe az egyik videó alá, hogy szeretnétek újra, hogy legyenek vlogok, és megragadom ezt az alkalmat. Úgy gondoltam, hogy egy izgalmas... Úgy gondoltam, hogy a mai napom izgalmas lesz, ezért reggel, amikor felpattantam az ágyból, arra gondoltam, hogy milyen jó lenne ezt levlogolni. Pont kapura jött az alkalom, ti azt kértétek, hogy szeretnétek vlog tartalmat is a csatornán. Itt vagyunk, húzzunk bele, nézzük meg, hogy hogyan telik el a mai napom. Juhú! A leges-legeső dolgunk ma az lesz, hogy lemossuk a Giuliettát, de... Most szivatsz, ez most komoly. Kiálltam az udvarból, nézd meg, és elindulok autót mosni. És elkezd esni az eső, most szivattok? Szívás! Viszont programváltozás, akkor anyukám autójára átrakom a téligumit. Így, január 25-én. Hát lehet, hogy esni fog a hó a következő napokban, szóval megelőzzük ezt a veszélyt. Átrakjuk a téligumit január 25-én. Jó, ez most csak a vicc kedvéért volt így, azért nem volt eddig téligumi az autón, mert volt másik, amit használjon, és most érkezett el az idő arra, hogy felrakjuk a mítóra és a téligumit. Csáspan. Meg aztán csáspan. Indulunk, hát ha elállt az eső, meg tudjuk mosni a gépet. Hihi! Sve, sve, sve. Mi az, Patrik? Hosszú volt az este tegnap? Ja. Süt a nap! Kisütött a nap! Tökéletes időnk van autómosásra. Biciklizés előtt, mielőtt kivegyünk a sárba, megmosok az autót, hogy legalább addig jól nézzen ki. Szóval azt hittem, hogy ebben a videóban nem sikerül lemosni a kocsit, mert olyan borzasztóan rossz időjárás volt, de úgy néz ki, hogy sikerülni fog. Lássuk, sikerül-e. Gyulán mindig süt a nap, amúgy. Ezt csak úgy elmondom. Kivéve amikor nem? Hát végül is amúgy. Ma egyébként hatalmas nagy szivacsgödrözés lesz, ugyanis egészen jól állunk a szivacsgödörrel. Félig fel van töltve szivacssal. Lehet beleugrálni, de nem a legjobb új trükkök gyakorlására, Patrik. Mivel te már ott áll hátra szaladtod, ezért az nem új trükk, begyúrod. Majd megnézzük, lehet róla szó. Lepróbálom. Legutolsólag mikor csináltál hátra szaladtod? Szerintem Barcelonában, amikor eltörtem a kezemet. Akkor az jó is lesz. Azt most ide vágjuk be. Most olyan szíves, meg kell keresnem ezt a klippet. Kösz szépen. Szóval... Vagy telóval felvesszük külön a YouTube-ról. Felvesszük, ja. Írjátok le a kommentbe, hogy milyen trükköket kellene a szivacsgödörbe gyakorolni, vagy hogy ti milyen trükköt ugranátok legelőször, ha egy ilyen szivacsgödörbe lenne lehetőségetek ugrálni. Kíváncsi vagyok, és lehet, hogy egy-két... Először beleugranék. Köszönjük szépen. Most vettem észre, hogy matchingel a cipőm a kocsival. Aha. Várjál, várjál. Aha. Na most már tiszta látod magadat a tükörbe? Látom magamat a tükörbe? Ja, ágol! Most már itt is látom magamat. Készen vagyunk, tiszta a kocsi. Mi kell még ma? Picózzunk egy jót, Patrik, mi legyen? Jó, kíváncsiak vagyunk arra a hátraszaltóra. Nézzük, mi lesz. Tényleg? Aha, figyelj, Rózsa áttért rollerről BMX-re.
nagyon jól tette, mert nagyon ügyes, és az, mert hátra szaltozik, előre szaltozik Patrik. Fel kell kötni a gatyát, mert itt a segünkre csapnak a fiatal versenyzők, hogyha nem lépünk oda. Fiatal rolleres versenyzők. Ja, szóval tegyünk oda, nézzük meg, induljunk ki a pályára, és induljon a session, hajrá! Na, itt vagyunk a skateparkban. A szivacsgödrös témánk most egy kicsit aláfogyott ugyanis. Szabika ugrott egy fejest a szivacsba. Nagyon úgy nem fejes volt, hanem egy jó nagy csőrös. Kicsit a sípcsontját megütötte, de kemény csávó. Egy fél órán belül reméljük, hogy újra bicikli lesz. Addig mi bemelegítettünk itt a rezire, ugrálunk, a szokásos trükköket megpróbáljuk megcsinálni, amik eddig minden nap mennek, és akkor utána kezdjük el gyúrni az új trükköket. Ez lesz ma a terv, meglátjuk, hogy sikerül-e Patrikot rávenni arra, hogy szaltózzon. Írjátok le kommentbe, hogy hajrá Patrik, szaltóz! Biztosátok egy kicsit, mert múltkor is kellett neki a biztosítás, amikor szaltózzon. Na nézzük, kezdjük el bemelegíteni itt a rezét. Nem sok? Jó az új szivacs. Tetszik? A szaltós trükköt. Ja. Na majd az egy-két szaltós trükköt, amit gyúrsz, ezt meg is mutathatnád. Kíváncsiak vagyunk itt rá. Na. Pirítasz most valamit? Pirítszatok. Na, piríts akkor valami királyt oda. Ez parabb volt. Tudod a pirítottat, hallod? Odaégett. Hát ez odaégett. Egyenes ugraton jó lett volna amúgy. Fékre lehoztam volna. Hogyha szeretnétek, hogy továbbra is legyenek vlogok, amiben mondjuk az egy napom történéseit bemutatom, akkor írjátok le ezt is kommentbe. Igen, sokat mondom, hogy írjatok kommentet, mert ebből tudok építkezni, innen látom, hogy mi az, amit szeretnétek látni, mi az, amit nem, és ezért mondom nektek, hogy írjatok ennyi kommentet. Na nézzük ezt a tripla KP-t, egy kicsit most azért szét vagyok csúszva, de remélem, hogy összejön. Közel volt! Szaltózás volt? De Patrik! Csak nem a szivacsba egyenesen, hanem oda a negyedíven. Tehát jó, de Patrik! Ugye, megígérem most itt a nézőknek a következő videóban majd meg fogom jó, adni. De most... No. De most ezt nem hiszem el, Patrik. Létszi, na! De nem... És nem létszi! Létszi, na! De nem létszi, na! Hát most azt is megígérted, hogy markolatot fogsz cserélni a bicikletet. Jó, de ez nem olyan, hogy meg. Most megígértem a videó elején, hogy markolatot cserélek, ezt nem cseréltem. Ez ön most megígérted, hogy szaltózol a videó elején, megígérted ezt? Jó, de most csinál egy bicónát. Most sok bele szaltózol a dörbe? Ha szaltóz, így bele. Mert remélem a telefonodat is elhagytad. Kajak? Aha. Szólj neki! Hívj fel! Akkor. Sziasztok! Patrik hazament, és átvert engem is, és titeket is, és saját magát is.
szóval emiatt, mert ő nem csinált a szivacsba a hátraszaltót ma, hanem azt ígértem majd, hogy a következő videóban fog, emiatt én mérges vagyok rá, de kárpótolok titeket, és csinálok valami jót a szivacsgödörbe helyette. Mi legyen? Kesső? Hát... Nézzünk valami jót. Akkor szerintem ezt talán tudjátok támasztani. Ez a legnehezebb része, a legfárasztóbb. Jó! Hú, na, ez azt mondom, hogy még egy talán kigurulható verzió is volt a cashroll-ból. Hogyha nem vagytok még tisztában, hogy mi ez a cashroll, csak egy gyors elmagyarázom. Úgy néz ki, hogy csinálsz egy 180-at. Egyébként szeretném ezt megcsinálni, de ez egy nagyon-nagyon nehéz trükk, és nagyon kevesen tudják a világot, mert tényleg bonyolult, és ilyen fizikát meghazudtoló mozdulatokat kell csinálni. Tehát csinálsz az évre egy 180-at, és onnan húzol egy hátraszaltó 180-at. Tehát 180! Azt lejösszel. Pont így néz ki. Valahogy így nézhet ki, és nehéz egy forgásból még egy hátrafelé forgást megindítani. Valami olyasmi volt. Ezt még gyakorolni kell, de ezért van itt a szivacsgödör, ezért biciklizünk ennyit minden nap szinte, és hogyha még lenne egy kicsit több szivacsunk, akár még bátrabban tudnánk gyakorolni, még durvább trükköket, de szépen, fokozatosan ezt is fejlesztjük, mint ahogy az egész pálya felépült lépésről lépésre. Remélem, hogy tetszett a videó, kommentbe sorozzátok szét Patrikot, mert mi az, hogy megígéri egy hátraszaltot, érted? Ez mi? Megígéri, ezt nem csinálja. Pofám leszakad. Itt vagy és hazamegy. Mit képzel magád ez a gyerek? Elképesztő. Igelget itt össze-vissza. Nézd meg, ezt nem tartja be. De remélem, hogy tudtalak titeket kárpótolni ezzel a cashroll-lal, a 1080-nal, a szaltókárpival, meg az előre szaltóval. Aztán következő videóban meglátjuk, hogy Patriknak sikerül-e teljesíteni a kitűzött célt. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot. Ezt szerintem egy levegővel elmondtam, mert a szívesből kijöttem, azóta remettem le. Ott is ilyen szivacsporos volt. Szóval, hogyha tetszett a videó, akkor feltétlenül dobjatok rá egy lájkot. Ha még nem vagytok feliratkozva a csatornára, akkor iratkozzatok fel, kapcsoljátok be a csengőt, ha még azt sem tettétek meg, az Instagramon is találkozunk. Elmondtam a promó szokásos kötelező részt, és a következő részben találkozunk. Császtok!